Négy gyerekkel maradt egyedül az a nő, akinek brutális kegyetlenséggel megölték a lányát Karcagon. A gyerekek sírva várják minden nap haza az édesanyjukat, fel sem fogják, hogy ő már nem él. Nem engedtem őket sehova, hogy itt legyenek velem, hogy érezzék azt, hogy itt vagyok, és ugye én mindenben, hogy számíthatnak rám, hogy érezzék a törődést, és kell, hogy legyen egy kis kiegyensúlyozottságuk. Nagyon sokat sírtak eleinte, bár most úgy érzem, hogy jobban vannak. Úgyhogy talán már jövő héten megpróbálom közösségbe engedni a gyerekeket, hogy nem is tudom, nem az, hogy felejtődjön nekik, vagy vissza kell, hogy álljanak nekik is a normális életbe, mert ugye ők még nagyon kicsik. Kértem pszichológusok segítségét is, hogy próbáljanak a gyerekeknek segíteni, hogyha valamit elnyomnak, akkor az jöjjön ki, ne legyen nekik az később egy trauma, vagy bármi, amit rosszul élhetnek meg. Az áldozat édesanyja egyelőre csak a nagyobbik, 7 éves unokájának tudta elmondani, hogy édesanyja soha nem jön haza többet. Inkább a nagyobbik gyerek az, akinek elmondtam Rubennek, hogy az anyukája már az angyalok közt van, és a szívében lakik. Hát nem fogja még fel igazából. Itt van a kis szívében, mindig itt lesz. És hogy itt vagyok neki én is, és szeretem, és támogatom, és rám mindig számolhat. A nőt volt párja ölte meg, testét pedig elásta Felső Lajos közelében. A nagymama most erőn felül próbálja a gyerekeket nevelni a hatalmas sok után. Nagyon sokban megváltozott az életem, ugyanis fel kellett, hogy mondjak a munkahelyemen, mert ugye nekem is van 2 kicsit, meg a lányom is rábagyott 2 kicsit, úgyhogy 4 kisgyerekkel vagyok egyedül, és nem tudom, hogy tudom megoldani ezt a pár hónapot, vagy ezt el tudjak megint állni dolgozni, hogy a Vendelt beszokassam az óvodába, mert ugye ő még 3 éves, és most kezdeni az óvodát. És végeredményben azért kértem én az önök segítségét, hogy ha vannak olyan jó érzésű emberek, akik tudnának egy kicsit támogatni bennünket, mert nagyon nagy szükségük van rá. Mert nem tudom így, hogy mi lesz a kisgyerekek miatt, mert ugye itt vagy kis családi pótlékban nem lehet megélni. Nem tudom őket addig, amíg nincs annyi erőm, hogy dolgozzak, addig szükségem lenne egy kis segítségre.